A közúti közlekedés során az évszakok nagyon meghatározóak. Egyszer napfény, sima útfelület fogadja a közlekedőket, máskor pedig kedvezőtlen látási és útviszonyok akadályozzák a tempós haladást, ezért másként kell vezetni téren és másként tavasszal. Tavasszal feledésbe merül a télen berögződött óvatos magatartás. A járművezetők lendületesebben, felszabadultabban, nagyobb sebességgel közlekednek az utakon. A tavasz kezdetén egyre nagyobb számban jelennek meg a közlekedésben segédmotorkerékpárosok és motorosok. Nagyon fontos, hogy ezen járművek tulajdonosai a néhány hónap kényszerpihenőt követően jól készítsék fel járműveiket a közlekedésre, ellenőrizzék azok műszaki állapotát, de saját maguk felkészülétséről se feledkezzenek meg. Néhány hónapos kihagyás után még a rutinos motorosok járműkezelésében is hiányosságok merülhetnek fel, továbbá tombolhatnak a reflexek. Most már azért elmondhatjuk, hogy nem csak a meteorológiai tavasz érkezett meg, hanem valójában beköszöntött a tavasz. Ilyenkor a jó idő is beköszönt hozzánk, legalábbis ha hihetünk az előrejelzésének, akkor az elkövetkezendő időszakban már melegebb idő köszönt be a közutakra is, és ez jellemzően befolyásolni szokta azért a közúti közlekedést is. Ilyenkor már megjelennek az egynyomon haladó járművek, több kerékpáros, több segédmotorkerékpárral közlekedő, vagy motorkerékpáros jelenik meg az útjainkon. Ezekben az esetekben mindenféleképpen fel kell készülni a közúti közlekedésben részvevőknek arra, hogy itt a kerékpárosok, motorosok száma jelentősen meg fog nőni a jó idő beköszöntével. Ebben az időszakban emelkedik az átlaghőmérséklet, és szeszélyessé válik az időjárás. Tavasszal esik a legtöbb eső, amihez gyakran szél is párosul. A vakító napsugarak is befolyásolják a látási viszonyokat. Ilyenkor még főleg a reggeli és délutáni órákban még a nap viszonylag alacsonyabban jár. Ezért, hogyha reggel a kelet irányba, délután vagy este fele pedig a nyugat irányba közlekedünk, gyakrabban fordul elő az, hogy a járművezetőket elvakítja a bejövő napsugár. Itt nincs más tennivalónk, csak az, hogy megpróbálunk valamilyen szempontból védekezni ellene. Az egyik védekezési szempont mindenféleképpen az, hogy a járműveknek a napellenzőjét használjuk, vagy valamilyen napszemüveget, mindenféleképpen csökkentsük a járművünk sebességét, hiszen ezzel tudjuk garantálni azt, hogy nem okozunk közlekedési balesetet. Nehézséget jelenthet az országutakon és a városon belül is a mezőgazdasági munkát végző járművek és traktorok megjelenése, amelyek lassítják a forgalmat. A tavasz eljövetele egyben egy másik szezon kezdetét is jelenti, nem csak a motoros szezon kezdetét, hanem a mezőgazdasági munkáknak a beindulását is úgymond. Ezért akár lakott területen belül, akár lakott területen kívül jellemzően találkozhatunk mezőgazdasági munkát végző járművekkel, tehergépkocsikkal. Arra kell számítani, főleg lakott területen kívül, hogy ilyen járműveknek a észlelése esetén azért próbáljuk meg csökkenteni a sebességünket, hiszen egy jelentős sebességkülönbség van lakott területen kívül. Az elmúlt időszakban városunkban több baleset is történt, amely leginkább a figyelmetlenségnek tudható be. A Jókai-Baross utcai kereszteződés, valamint a Tiszavasvári Árpád utcai kereszteződés mondható az egyik legveszélyesebb útszakasznak Hajdúnáláson. Nemrégiben Hajdúnálás város önkormányzatának kezdeményezésére ezeknél a kereszteződéseknél fényvisszaverő prizmákat helyeztek ki, ezzel is segítve a közlekedőket. Hajdúnáláson az elmúlt időszakban a közútjainkon valamelyes megnövekedett a személyisérüléssel járó közúti közlekedési baleseteknek a száma. Jellemzően útkereszteződésekben történnek a közlekedési balesetek, ezek pedig elsősorban a sebességhelytelen megválasztása miatt, vagy pedig az elsőbbség meg nem adása miatt. Nagyon fontos, hogy figyeljünk oda az elsőbséget szabályozó jelzőtáblákra, főként az I elsőbségadás kötelező jelzőtáblára. Ezekben az esetekben mindig meg kell állni az útkereszteződésben. Ha jön a keresztező úton valami, ha nem közlekedik ott senki, abban az esetben is meg kell állni. Hajdúnáláson a belvárosban több kerékpáros nyomvonal és kerékpársáv került kialakításra, amely használatát már megszokták a helyiek. Az elmúlt időszakban jól vizsgáztak ezek az útszakaszok, jól vizsgáztak a közlekedők, és igen, csekély számú esetben kellett intézkedést foganatosítanunk, akár kerékpárosokkal, akár más járművek vezetőjével szemben. Én továbbra is azt mondom, hogy ezeknél az útvonalaknál, főleg belvárosi útszakaszokat érint ezek az létesítmények, fokozottan figyeljünk oda a kerékpárosokra. Ha kerékpárosokat látunk, akár forgalommal szemben, egyirányú úton forgalommal szemben közlekedni, akár a mi forgalmi irányunknak megfelelően, fokozottan figyeljünk a kikerülési manőverekre, megfelelő oldaltávolságot próbálj megtartani.
Magyarországon nem kötelezi a jogszabály az évszaknak megfelelő gumiabroncs használatát, viszont ajánlott ezek időben történő cseréje. A tapadás teljesen más az aszfalt hőmérsékletétől függően. A jó idő beköszöntével és az útszakaszoknak az átmelegedésével egy másik időszak is eljön, ez pedig a térről való nyárra történő felkészülés vagy átállás. Ilyenkor nem csak saját magunkat szoktuk átállítani, hanem a gépjárműveinket is fel kell készíteni a nyári szezonra. Ennek az egyik eleme pedig a gumiabroncsoknak a cseréje. Magyarországon nem kötelező télen téli gumiabroncsot, nyáron nyári gumiabroncsot használni, úgyhogy aki teheti, a szép lassan ütemezze be a gépjárműveinek a gumiabroncsoknak a cseréjét, és ezzel is biztonságosabbá tudja tenni a közlekedését. Legyünk körültekintőek, vigyázzunk egymásra az utakon, bármilyen járművel is közlekedjünk.